Szeretettel köszöntjük a Lélek TV nézőit, hallgatóit. A Vit Hírét a Magyaroknak alapítvány nevében vagyunk itt legalábbis ketten. Ibi Dubai Bolya, mint kuratóriumi tag, és én Pap Éva, mint a kuratórium elnöke. És szeretettel köszöntjük körünkben ismét Sági Enikőt, akivel már a múltkoriban is volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk. Ő úgy került hozzánk, hogy én évekkel ezelőtt, hogy azt nem mondjam, évtizedekkel ezelőtt megismertem őt, és tudomást szereztem arról, hogy a magyarságra vonatkozóan információkat kap olyan helyről, ahová nem mindenkinek van bejárása. Ezek után elegánsan átadta Menikőnek a múltkoriban is a szót, és azt hiszem, hogy most is ez a legegyszerűbb, hogyha elmondanád, hogy ez az üzenet sorozat mikor indult, és hogyan kerültél te végül is teljes egészetben a magyarság útjára rátéve. Hogyan lettél rátéve, hogyan kerültél te? 1977 áprilisában indultam el ezen az úton, és az előző részben már említettem, hogy teljesen váratlan volt számomra, amikor jöttek az üzenetek a magyarságról, a mag népéről, a Kárpát-medencéről. És hogy jöttek ezek az üzenetek? Mindig az érdekli a hallgatóságot, hogy ez hogy indul el egy ilyen dolog. Otthon ülsz egyszer, csak azt mondják, hogy ülj le és írjál, vagy hogy? Villamoson ülsz, metró. Igen, csak picit ilyen írt körbe azt a pillanatot, amikor ez úgy elindul, hogy akkor, ha mással ilyesmi történik, akkor tudja, hogy azt mondani, hogy aha, akkor nekem most figyelni kell, mert velem is történik valami hasonló, mint Enikővel. Most akkor ez nagyon nehéz. Nem megfogalmazni. Nehéz. Tudod, azért, mert most már így a 15 év alatt látom, hogy ahány ember nyílik, az annyiféle időpont, minőség, tehát valójában legtöbbüknél katarzis, tragédia, és egyszer csak olyan nagyon-nagyon mélyen betalál önmagába. Na de ez a lényeg, hogy ne értsék félre, igen, hogy a katarzis az tulajdonképpen egy jónak az előjele. Igen. Hogy valami nagy változásnak az előjele, másképp nem áll ki abból a malomból. Verékből, igen, így van. Nálam is pontosan így történt. Nagyon-nagyon érdekes élethelyzet révén kellett, mondhatom, hogy kellett elmennem egy olyan helyre, ahol felemelték a rezgésszintemet, és abból az élethelyzetből kiemeltek, és ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy én spirituálisan megnyíltam azt a belső hangot, amit valaha, mondhatnám, olyan 18-19-20 éves koromig tökéletesen szépen hallottam, éreztem, működtettem, és azzal éltem, és azt gondoltam, hogy ez minden embernél természetes. Aztán ezt lezártam, és most ismét megszólalt bennem, de már egy más minőségben, egy teljesen más vonatkozásban tájékoztatott arról, hogy tanítani fog, hogy egy különleges feladattal érkeztem, és ezt a feladatot fokról fokra nyitják meg számomra, ahogy a tudatomba be tudom emelni. De vannak emberek, akik akár úgy, hogy mondjuk leülnek velem szembe, felemelem a rezgésszintjét, és csodálatosan szépen elkezdtem. Na ezt hogy csinálod, ezt a rezgésszint emelést? Már az előbb is alig bírtam visszafogni magam. Meg akartam kérdezni, hogy történik az, hogy valakinek a rezgésszintjét egy másik ember megemeli? Ez is rengetegféle technika és módszer. Egyet mindjárt. Akkor én azt mondom, ami az enyém. Légy szíves, pont arra legyünk. Ebben vagyok otthon. Igen. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Van nekünk egy fantasztikus erőforrásunk, a napenergia, ami egy yang, férfi erő. És a feltétel nélküli szeretetnek az energia minőségét szimbolizálja, mert mint ahogy tudjuk, minden szimbólum, ami minket körülvesz, az anyagi világ. A másik erőforrásunk pedig a földanya, ami egy női minőségű energia, és annak az energiáját, ami egyben a félelmet megváltó erő,
és egy nagyon mély magenta, talán mondhatom, hogy amit rajtunk van, ez a nagyon mély padlizsálina színű energia, egy fluoreszkáló, foszforeszkáló, neonosan rezgő minőségű erő. A föld mélyéből nyitom meg, és ezt a két energiát kapcsolom az emberek mellkasába, az ősvalóba, a lélek magva. Ennek a két energiának az összekapcsolásával valójában átlépjük a poláris elme libikókáját, a mentálségot, ami a félelem birodalma és a játszmák világa, és belépünk egy ötödik oktárnyi tudatú, úgynevezett ok-sávba, ahol a minden tudás birodalma nyílik meg, de még nem érkeztünk a valóságunkba el, mert az csak a hatodik oktáv tudatán nyílik, a Krisztusi Buddhi egyetemes szeretet, szerethetőségünk hite. Itt érkeztünk el az őshonunkba, otthonunkba, abba az erőforrásba, ahol minden egyes történést, ami velünk valaha volt, akár az előző életeinkből, akár az anyamékből, vagy gyerekkorból, ami ért minket, azokra tudunk rátekinteni, mert itt nincs félelem. Ez az egység állapota, ez a hit állapota, ez maga a harmónia. És akkor még azt szeretném tudni, hogy az illető, aki elmegy hozzád egy önismereti beszélgetésre mondjuk, akkor te ezt magadba így végig gondolod, amit most elmondtál, és ő erről, ebből mit érzékel például? Nem, én megbeszélem vele, a fogyarezgés szintjét fogom emelni. Többnyire szájhagyomány útján terjedek, tehát van persze, akik az interneten keresztül találnak rám, vagy valamelyik könyv jutott el hozzájuk, vagy bármi más, de inkább nagyobb százalék van az emberek egymásnak ajánlanak, és azért el szokták mondani, hogy az emberek, akik jönnek hozzám, mi fogja érni őket, mi fog történni velük. És valójában nem más az egész, mint hátradőlök, kényelmesen ellazulok, és hagyom, hogy ez a két energia tegye a maga dolgát. Ilyenkor az elme, a racionális elme, az ego kimondja, hogy legyen meg felsőbbé, nem az akaratod, és szépen besémul az ember az egypontjában. Természetesen rengeteg más technika, módszer létezik. És ez alatt a másik, az mit csinál? Ő is hanyat? Ő is, hát ő ellazul. Ellazul, és bekapcsolja, ő saját magának kapcsolja be. Én mondom, én közvetítek. Uh-huh. Én az ő felsőbényével kapcsolódom össze, és ez, továbbítom. Ez verbálisan is történik? Természetesen, uh-huh. Igen. Semmi nem történik olyan, amiről nem tud. Amiről ő ne tudna, sőt, ezt azért tartom egy csodálatos lehetőségnek, ezt a módszert, ezt a technikát, mert mindenki a maga készségének fokán nyílik, tehát ő nyitja meg az információt, hiszen a tudatába fel kell, hogy hozza ő neki azzal a felismeréssel élnie kell, holnap is, meg holnap után is. Tehát ő határozza meg, az ő felsőbb énje vezérli, és pontosan mindig annyit nyit meg, amennyit ő fel tud dolgozni az elméjével. Akkor ez nagyon etikus végül is, mert ő engedi meg, pontosan, hogy te mennyit tudsz neki átadni abból, aki még mindig ő, csak egy kicsit följebb rezeg. És akkor ő abba kapaszkodhat, és akkor mehet, és így emelkedik a rezgésszám. Ne haragudj, de ezt muszáj ilyen módon megkérdeznem, mert nagyon sokszor ér bennünket az a támadás, hogy rébuszokba beszélünk, hogy az emberek nem értik, hogy mi az, hogy megemelem a rezgésszámát. Na bum, és akkor mi van? Ő nem tudja felfogni. Úgyhogy azért egyszer szeretnénk ezt tisztába tenni, hogy értsék az emberek, hogy ezt te, speciál Sági Enikő, hogyan teszed azokkal, akik hozzád jön, mert ezen nagyon-nagyon sok emberbe egy csomó tévhitet és rossz híranyagot ki tudunk selejtezni, hogyha ez egyszer tisztába tesszük. Úgyhogy ne vedd zokon, de ez tényleg szükségesnek tartom, és nagyon-nagyon igénylik is az emberek, mert hiszen amikor elmegy valaki azzal, hogy az önvalóját
szeretni megtapasztalni, megtudni, azt fejleszteni, azt kibontani, az egy rettenetesen intim dolog, egy óriási lépés, és akkor valamelyest mi szeretnénk ezzel a beszélgetéssel fölkészíteni, hogy ő tudja, hogy ez egy abszolút etikus dolog, itt az történik, amit ő megenged. Semmivel se történik több, mint amit az ő felsőbbrendű énje jóvá hagy, ha jól értem. Igen, amit még azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elmondjak, többnyire egy kérdéssel, egy problémával érkeznek az emberek. Teszem azt, például azt mondja, hogy neki van egy testi tünete, és szeretné az okát megtudni, vagy elhagyta a párja, szeretné az okát megtudni, mert most már ez a harmadik férfi vagy nő az életében, aki hasonló móddal és eszközökkel hagyja el. Vagy, tehát bármi. És ez ugye úgy történik, hogy felemeljük a rezgés szintjét az előbb említett módon, és az okig megyünk el. Aha. Tehát, ha ő neki a probléma a felszínen adatik, akkor ő már készen van arra, hogy annak a valós okát is megtalálja. Igen, mert hiszen elmegy hozzád, keresi a választ. Így van. És akkor megnyitjuk, megnyílik, meglátjuk, kioldjuk. És szoktam mondani, mint a dominó. Visszafele dolgozunk, a múltban rendbe tesszük a dolgokat, és de minden helyére áll. Hazamegy, és akkor egy átíródott. Tehát a rezonancia törvénye alapján, ahogy én belül változom, változtatok és változom, abban a pillanatban a felszínen az eszközök, a szimbólumok is elkezdenek változni. És gondolom, hogy ebből kilép abból a saját maga dolgainak a megértéséből, hogy csak vízszintesen túlig, hanem egy vertikumot kap nálad azáltal, hiszen az önvalója oktáv okkal magasabban van, és ott ebbe az irányba nem igen fog eljutni, igen. Még akárhány ilyen élménye van, hogy hagyják őt ugyanúgy, mint ahogy eddig hárman is. Tehát akkor valóban itten az oktávokkal magasabb értelmi, érzelmi szinteket mutatod meg mindenkinek, igen, aki bejön hozzád. Igen. És hogy van ez, Enikő, hogy te más és más rezgés szintről hozod az üzeneteket, említetted az előbb. Tehát például a magyarokra vonatkozó üzeneteidet, azt milyen rezgés szinten kaptam? Na, akkor erre most nem fogok válaszolni. Nem, az a helyzet, hogy én a szellemvilággal egy olyan egyességben vagyok, hogy én teljes hagyatkozásban kristálytisztán a forráshoz érkezem, és onnantól kezdve átadom a vezérfonalat, a fonal végét, hogy ő engem hova kapcsol, éppen most egy magyar vezérhez, vagy valamilyen olyan szellemiséghez, ami most meg kell, hogy nyilvánuljon, akkor ő azt teszi. És mivel egy olyan rezgésállományban vagyok, egy olyan frekvencián és egy olyan csatornán, ami csak is kizárólag oda talál, a célba talál, ezért nekem nincs semmilyen kétségem, meg nem is kutakszom, meg nem is érdekel, mert amikor egy-egy ember leül elém, akkor mondhatnám, hogy milliárdnyi mennyiségű információ nyílik meg, tehát én örülök, hogyha csak leszűkül arra, ami fele haladunk, mert ilyenkor teljesen kinyílik az egész. Persze, tehát akkor, amikor mennek hozzá, de amikor te ezeket az üzeneteket lehoztál, igen, akkor ezek akkor egyszer csak jönnek, vagy nem, hát ahhoz nekem nem. Ahogy ezek általában, tehát élem az életem, és mondjuk hallgatok egy nagyon szép verset, vagy egy gyönyörű szép zene megszólal, vagy valakiről beszélnek, egy híres színészről, vagy egy múltbéli magyar vezérről, vagy mit tudom én, bárki, aki megpendíti a húrt a lelkemben, és akkor pillanatokon belül érzem, hogy most engem nyitnak, mert most van egy olyan pillanat, amikor át tudok hozni olyan üzeneteket, olyan információkat, olyan érzéseket tudok közvetíteni, amire itt és most van elrendeltetett idő. Nagyon sokszor voltam úgy, hogy azt mondtam, hogy nem, hazamegyek majd otthon, most ne, majd akkor. Azt gondoltam, hogy visszaismétlődik a pillanat. Nem.
Tehát azok az érzelmi húrok, az a pillanat, az a fajta egységállapot, amit adott időben megélek, azok egyedi, egyszerű és megismételhetetlen pillanatok, és ma már tudom, hogy ezt tiszteletben kell tartanom, és ma már azt is tudom, hogy teljesen rendelkezésére állok. Hát egy csap. Mm. Egy csap vagyok, amit mindig akkor nyit a Teremtőnek arra, amit szeretne, hogy az isteni tervben az én elrendeltetett feladatomat ellássam. Tehát nem te kapcsolódsz föl, hanem... Én nem kíváncsiskodom, nekem vannak egyességeink, vannak törvényeink egymással, hogy mi az, amit én tehetek, és mi az, amit nem. Tehát én nem kíváncsiskodhatok. Természetesen az más, ha az egyedi egyén. Mondjuk úgy is igaz a kérdés, hogyha mondjuk te jössz, és azt mondod, hogy már pedig szeretném ezt, meg ezt, nem tudom én, magyarsággal kapcsolatosan, erre vagy erre. Én azt mondom, oké, nézzük meg, de nem ígérek neked semmit, mert azt nem én döntöm el, hogy ezt lehet, vagy nem lehet. Tehát én meghajtom teljesen a fejem az előtt, hogyha valamit nem lehet, akkor az nem lehet. Az előző előadásban olvastál egy nagyon-nagyon szép és nagyon sűrű anyagot, ami ebben az egység. Ezt akkor tessék kívánni, kérem szépen. Már akkor is. Megvolt? Egység című könyvből említetted, olvastad, és egyébként, ha itt megnézzük ezeket a csatornázott anyagokat, ezek piktogramok, ezek versek, ezek így jönnek, vagy te formálod őket? Jaj, igen, ez gyönyörű. A Rilkénél láttam utoljára ilyen formátumot, igen. Nem? Én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogyha megkérdezik, megvallom neked őszintén. No, akkor nem is, hogy megkérdezik, hanem észreveszik. Észreveszünk, hát persze. Mert hogy képzeld el, hogy amikor ezek megérkeznek, ezek az üzenetek, akkor van, amelyiknek illata is van. Nem semmi. Igen. Van, amelyiknek színe van, de legfőképpen formát bont. És ülök a gépben, írom az anyagot, és addig nem nyugszik a lelkem, amíg azt a formát nem hozom ki belőle, ami a teljesség. Aha. Ez nagyon érdekes. Igen, gyönyörű. És abból látszik, hogy ha én nem vagyok teljesen 100%-os, hogy akkor, vagy nem veszem az időt rá, egyszerűen nincs annyi idő, mondjuk ez éppen gyönyörű, de van amelyik egy kicsit keszekuszább, mondjuk a téma is egy félelem, annak egy keszekuszábbat kell, hogy mutasson, de minden, ez olyan gyönyörű szép volt, ez az észrevetted, ezt emlékszem, amikor ezt lehoztam, és ezt a töménytelen borzalmat, ami ebben a kelyben van, igen, gyönyörű. Mondom. Tehát a lényeg az, hogy valóban az üzenetek azok a leges-leges legmagasabb fényben egy érzés minőséget mutatnak, az kezd lebontódni, szavakká formálódni, formát bontani, illattal, színekkel jön át. És mondom, ha veszem a fáradtságot, meg az időt, akkor ezeket... Csak ezt a magyarságra vonatkozott, ha olvasnál, mint a pár sor, gyönyörű. Ez egy kis rövid szuszenet. A mag gyermekei a harcot nem kérik, mert az életet tisztelik, s ha kell, szerződésüket vérükkel is megpecsételik. Ők a feltétel nélküli szeretet erejét képviselik. Nem születtek ölni, bosszú lelküket nem marja. Tudják, nem veszhet el egyetlen nemzetnek sem fia. A mag népe a boldogságot hozza a földre, mert mindegyikük a hitnek szülötte. Ez így jön, hogy a mag népe? Te erről hallottál, hogy a magyarokat a mag népének nevezik? Hát, vagy ez... Nem hallottam, de... Hát ez így jön. Igen. Hát utána olvastam rá, vagy hallottam másoktól, és akkor állt össze. Tehát tulajdonképpen átfolyik, átjön, és mint egy ilyen puzzle lóg a levegőben, várja a helyét, hogy a tudatomba megtalálja, tudatosodjon, hogy akkor ez.
A héten jutott eszembe, hogy túl voltunk ezen a békemeneten, hogy két írónk is nagyon érdekes egy-egy mondatot bírt mondani rólunk. Az egyik Márai Sándor, aki azt mondta, hogy mi vagyunk a népek Krisztusa, és a másik pedig az I.S. Gyula, aki arra figyelmeztetett még 39-ben, hogy a haza, mármint a mi hazánk, az a magosban van. Tehát így, itt akkor érthető ez a magnép, mert valóban nem e világban nemzettek bennünket és övön alul, hanem mi még a első teremtettségből valók vagyunk, a fény magúságból, és ez a dolgunk, hogy ezt a nyelvet, és ezen a nyelven ezt az elvet, ezt az egységet képviseljük. És ez most azt hiszem, hogy soha ilyen aktuális nem volt, mint ami most lett ebben az elmúlt hetekben, napokban, amikor is valójában látjuk azt, hogy a szemünk előtt a proféciák teljesednek be. Gondolok itt elsősorban a Dániel második könyvére, ahol a Nabukodonozor álma van az ember alakba, az emberiségnek az egész jövője megjövendülve, ahol a fej az aranyból van, a vállak ezüstből, a törzs részből, azután a lábak vasból, a lábfej részint cserép, részint vas. És most el kell képzelni, hogy ezeknek természetesen behelyettesíthető neveik vannak, a Babilónia, az az aranyfej, a Méd-Perzsa birodalom, az az ezüst birodalom, a Nagy Sándor a rész, a Róma a vaslábak, és most éljük az osztag birodalom korszakát, vagyis a cserép és a vas korszakát, ami ugyan igazán megmutatkozik, hogy nem elegyedik. Egyesült Államokban Balhé van, Arab Emirátusokban Balhé van, Európai Unióban Balhé van, tehát az összes erőltetett, ember által kitalált egyesség nem működik. És azt írja a mi kis Bibliánk, hogy ebben az időben kézérintése nélkül elindul egy kő, megüti ezt a szobrot, és az összetörik, jön a szél, és elfújja. Tehát itt végidők jeléről beszélgetünk, ilyen nagyon burkolt formában, de jobb, hogyha tudjuk, hogy ez valóság, ez velünk történik itt és most, és ezért kell az önvalónkkal tisztába lenni, mert amikor megrontottuk és így módon teljesen és tökéletesen a Földet, akkor el kell hinni, hogy valaki ezt felül tudja írni, ezt az ügyet, és készít számunkra helyet. És hát oda nekünk be kell sorakozni, hogy melyik ki hova megy, mert ez itten annyi. Erre nagyon szépen rímel, vagy nem rímel, nem, ez majd ki fog derülni a nézők számára is külön-külön. A te is, a te meg én, amit ugyancsak föntről kaptál. Akkor halljuk. Még formája is gyönyörű. Akkor te meg én. A mi hazánk hazája másnak is. Más hazája a miénk is. Persze, nem mindegy leszületésed helye, hisz azért születtél ide, ahol a legvékonyabb a földkérge, hogy részesülj ebben a hőben, ezen erőben, a Kárpát-medencében. Úgy hiszed, hogy ez nem ad elég okot, hogy más legyen a gondolaton? Bízd, mondom én, meglátszik ősvalódon a kódon, leszületésed, elrendeltetésed. Az erő, ami meghatároz, látszik a jellemen, fejeden, kezeden, minden sejteden, az ősokon. Minden ember rokon. Minden nemzet kiválasztott egy bizonyos fokon. Aki tudja, mit rejt e nemzet kódja, önmagát ráhangolja. A szeretet minősége, ami van a lelkedbe téve, ha kinyílna, úgy hatna a világra, mint a sötétben a fénynek sugára. Érezd át a tényt, azért kérted a fényt, hogy az egész világon hasson. Ne gondold, miért pont én. Éppen te, ő, ti, ők és én. Mint ahogy az volt az idők kezdetén. Együtt mi. Te, meg én. Hát ez csodálatos. Hát elgondoljuk azt, hogy leírjuk azt a szót, hogy Isten, abban te is benne vagy, meg én is.
Úgyhogy, és aztán az Istenember kódneve meg amúgy is ugye az én ok. Hát erről jártatom a számot 20 éve, de ezek szerint nem hiába, mert mostanra azért már elég sokan felfogták, hogy a magyar okistene az nem feltétlenül is elsősorban többes szám, hanem jelző. Jelzi ezt a megkülönböztetett, magasságos Istent, aki bennünket a világra elküldött, mert ugye azt azért mindenki valahol tudja, hogy küldetéstudattal bírók vagyunk, de hogy ez micsoda, hát ez mostanra fakad ki és föl bennünk, amikor ez az Isten mag, ez a fénymag kigyúl, felgyúl, és fáklyalákként világít a világba, mind énkinek. Említetted a változást, hogy az idők változnak, hogy azt hiszem úgy fogalmaztad, hogy végidők, vagy nem tudom pontosan, hogy személy. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy a három dimenzióból lépünk az ötödik dimenzióba. Pontosan. Tehát, bocsánat, akkor mindjárt újból. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy a három dimenzió, a harmadik dimenzióból lépünk az ötödik dimenzióba, és valójában mindaz, ami egy valódlan értékrendre épült, azon még össze. Minden, ami az ego erőszakosságából, erejéből, akarásából, hatalmi mámorából, zsarnoki uralmából épült fel, a rengeteg szándék, számítás, játszma, egymás átvágása, lehet, hogy pillanatnyi sikerekkel, örömökkel érte az embert és élt vele, de valójában hosszú távon azok a vállalkozások, azok a döntések és azok az életminőségek maradandóak, ahol a szívjóság, az egymás mellé rendeltség, a tisztelet, a másik másságának elfogadása volt az alap, vagy a gyökere a döntéseknek. Azt hiszem, egy szót lehetne itt mondani, hogy a hit. A hit a magam erejében, a másik ember isteni minőségében, erejében, tudásában, tehetségében, képességében. És ez az ötödik dimenzió, ez pont ennek az energiának a minőségére, az egyetemes krisztusi, buddhi, egyetemes szeretet minőségére, teremtő erejére, ami elfogad, elenged, megbocsát, energiára épül, és hogy ez az az új világ, amit tűztünk ki az Egységközpont közhasznú egyesület tagjai, és ami most már évek óta egy olyan elrendeltetett, kiválasztott szolgálat számunkra. Várjuk azokat az embereket, akik kapják a jeleket, mert szolgálatra jöttek, nem csak a maguk életének a minőségén kell, hogy változtassanak, hanem ahogy ők változnak, rögtön már is a többiekért tehetnek, ébrednek, és hát akik pedig kiválasztottak egy különleges feladatra, egy bizonyos dologra, ők vannak a mondhatnám legnehezebb helyzetben, hiszen ők nekik itt már most nincs választásuk, ezt a lapot leosztották maguknak, és hogyha kis jelekből nem látják, nem tanulnak, nem veszik észre, hogy lépniük kell önmagukba, akkor bizony elképzelhető, hogy egy szétesett életből kell elindulniuk, és úgy kell rálelniük arra a kincsre, titokra, amit magukban rejtettek, és amivel majd tudják a sötétséget áttörni, és azt az egyedi tudást áthozni, amiért jötték. Van még versed, ami... Hát van egy, amit búcsúként gondoltam, hogy elmondanék, mert a központunknak is körülbelül ez a hitvallása. Ó, hát akkor mindenképpen hangozzék el. Ki vagy te, és ki vagyok én? Játszmák nélkül az életet élni lehet-e, ha én te vagyok, és te én vagy, akkor miért a játszma? Mire való az energia elszívása, ellopása? Miért kell nekem tőled és belőled? Miért veszel te el? Neked, tőlem miért kell? Ha mi egyek vagyunk, az egyben haladunk,
és az egyből fakadunk, akkor mást miért akarunk? Mert a másságunkkal tapasztalatokat kapunk. Másságunk színeivel a világot tarkítjuk, azt átalakítjuk. Színeinket, ahogy egymásnak adjuk s mutatjuk, mint a rétnek virágait rendelve egymás mellé, a lelkünket gazdagítjuk. Legnagyobb kincsünk egyediségünk, melyen ha tapasztalatokat szerzünk, növekszik bölcsességünk. Ezért érkezünk, ezért élünk, ezzel teljesedik be itt létünk. A megtett út tapasztalata egy új jövő alapja. Az új nemzedék ebből sarjadva teszi hozzá saját lelkének erejét, ezzel alakítja az emberiség életét. Hát ennél szebb végszó, azt hiszem, nem kell a mai adásunkhoz. Köszönjük a türelmet, a magyarok Isten áldja meg Önöket, Enikőnek köszönjük ezt a nagyon tartalmas, nagyon felvilágosító beszélgetést. Papévával búcsúzunk, viszontlátásra. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.